Ta-dám! Sziasztok! Szerda esti live! Elnézést mindenkitől, hogy nem én kezdtem itt a mutatványt, hanem a két segítőtársam. Jó estét mindenkinek! Farkaskonyha szerda esti live, mint az elmúlt jó néhány héten, hónapban. Ha még mindig nem kezdtél le barfozni, de félsz, hogy bonyolult, hogy neked erre nincs időd, hogy nem tudod, hogy jól rakod-e össze, hogy macerásnak gondolod, akkor ez a videó, ez ma neked szól. Úgyhogy ez mindenkinek, Böszörmény Zsolt vagyok, a Farkaskonyha séfje. Remélem, itt vagytok velem. Egy csekkolást azért megteszek, hogy minden oké-e. Én úgy látom, igen. Remélem, itt vagyunk, 23-on vagyunk, szuper, tök jó. Először is szólj a pasidnak, jöjjön be, nézze meg, hogy fog neki összerakni a menüt. Mert tudom, hogy sokszor ti csajok, mert legtöbben ti nézitek, rábízzátok a nehezebb feladatokat a pasikra. Hát itt aztán majd nézzük, hogy milyen nehéz feladatok lesznek itt a mai nap. Szóval, hogyha pasi a konyhában esetleg bárdozik és vágja a lépet meg a mellett a kis kedvencednek, akkor most hagyja a fenébe, jöjjön és nézze ezt a videót. Három részre fogjuk ezt a mai kis live-ot osztani. Az első barf alapjai. Ami arról szól, hogy mennyit etes, hogy etes, kis testű kutya, nagy testű kutya, mit ne adj és hogy adj. Aztán összerakunk egy menüt egy 30 kilós kutyának, ami egy komplet általam összerakott menü lesz, majd pedig egy olyan menüt mutatok nektek, ami gyakorlatilag öltönyben, nyakkendőben és akár kisestésben is összetudtok rakni. Szóval, üdv mindenkinek, még egy double check, azt mondja, hogy Szigliet Gabi, szia! Segítség, béna vagyok. Nem vagy béna, most majd segítek. Mindenki, Tóth Tibor, Steinmak Anita, sziasztok, Jakes Andrea, sziasztok. Na, hát akkor csapjunk bele. Jó sok mindennek készültem nektek, mert tényleg azt gondolom, hogy én látványosan tudom igazán megmutatni, és nem csak száraz tananyagból, vagy száraz olvasmányból az internet száraz lehetőségeiből, hanem abszolút próbálom nektek ezt szemléltetni, és talán így fogjátok a legkönnyebben megérteni, főleg azok, akik abszolút most találkoznak először, hogy most gondolkodnak, hogy kipróbálják a természetes étrendet, azon belül is a nyersetetést. Tehát a barf alapjaival kezdjük, ugye a barf, mint maga szó, az annyit jelent magyarra fordítva, hogy biológiailag megfelelő nyers étrend. Ugye ez annyit jelent, hogy a kutya egy ragadozó állat, bármilyen hihetetlen is. Ugye az Andi szokta azt mondani, hogy ha ugyan a kutya felkerült a kanapéra, de a fogazata és az emésztőrendszer az egy az egyben olyan, mint a kutya őséjé, tehát a farkasé, és erre a étrendre próbálom én visszatérni, ugye a barfal, mint hogyha a kutyánk ősje táplálkozna. Ugye a fogazat tarajos, tehát tudjuk, hogy ez biológia órán mindig ezt tudom mondani, hogy biológia órán ezt hallottuk, hogy ugye húsevők, és tényleg a mi állataink is húsevők. Kezdjük ezt így el, hogy összerakunk nekik ma egy, illetve egy másik két menüt, de az alapokról gyakorlatilag annyit, ugye ez a szó az azt jelenti, hogy biológia megfelelő nyers étrend, a megfelelő barfozáshoz megfelelő húsokra, belsőségekre, csontosra és némi zöldségre, kiegészítőre van szükség, 80% állati eredetű fehérje és 20% növényi. Körülbelül ezek az arányok, de ugye itt kőbevésű arányok nincsenek, mert nagyon sok dologtól függ, de erről majd fogok nektek mesélni. Ugye általánosságban azt lehet elmondani, hogy a kutya testsúlyához viszonyítjuk az adagot, amit szeretnénk neki elkészíteni. Ez általában van egy ilyen mágikus 2%, ami azt jelenti, hogy egy 30 kilós kutyának a napi bevihető adagja az 600 gram. Na de mennyi mindentől függhet ez? Hát most gondoljatok bele, és én azt szoktam mondani, hogy mivel nincs egyforma két ember, nincs egyforma két kutya, nincs egyforma két emésztőrendszer, nincs egy kétforma vázrendszer, izomzat, stb. Ezért teljesen máshogy kell viszonyulnunk ezt. Ez a 2% ez egy ilyen viszonyszám, ami mentén mehetünk. De hogyha egy kicsit mondjuk kis testű kutyát van, akár nézzük egy 5 kilóst, ezek a számok följebb mennek, akár 3-4%-ig is, vagy hogyha egy nagyobb testű kutyát van 70-80 kilós, akkor ez ugye visszamegy,
másfél százalék körül, illetve nagyon sok dologtól függ. Az életkorától egy idősebb kutya jóval lassabb anyagcserével bír, nekünk 14 éves kutyánk a legidősebb, lassabb anyagcserét végez, tehát visszaálltunk egy picit a 2% alá, viszont a fiatal kutyáinknak meg a 2% nem elég, ott azért bőven megyünk akár még a 3% irányába is. Tehát ez egy viszonyszám, és nem szabad ennyire vaskalaposan egy szám mellett kiállni, és ezt mondani, hogy akkor ez a balfi, és akkor így kell ezt. Tehát nem, illetve azt szoktam mindig mondani, tehát nézd a saját kutyádat, te is mondd a legjobban, hogyha látod, hogy egy kicsit látszik rajta, akkor ezt vedd vissza, ha pedig azt látod, hogy soványabb, akkor érdemes vagy az adagot növelni, vagy pedig a zsírtartalmat. Ez nagyon fontos a balfi étrendben, a zsírtartalom, mivel itt ugye szénhidrát nincs jó esetben az étrendben, vagy ha van is, akkor így nagyon kevés, és a zsírból kell az energiát fölvenni. De nagyon sok balfas úgy kezdi el, hogy csak szintista húsokkal kezdi el, kevesebb zsírtartalommal, épp ezért hát előbb egy ilyen kicsit fogyásos állapot jön, mert ugye jóval kevesebb az energia, amit bevitt, mint ami azt megelőzően volt, és épp ezért megijed a gazda, hogy úristen, ez nem működik, hogy csináljam? Hát a zsírban kell egy picit nagyobb mennyiséget adni. Ez lehet zsírosabb hús, vagy egyszerűen egy picit zsírosabb részek, szóval ennyi. Na nézek azért még rátok, hogy hányan vagytok, nagyon jó, 43, Pénzesből, szia, Szabolyba, szia. Szóval úgy látom, jó sokan vagyunk. Na, akkor térjünk vissza. Ugye, amit nem szoktunk a nyers étrendben letetni, az a vaddisznó és a házi disznó. Ezen kívül mindenféle szárnyast, vadat, marhát, bárányt, birkát, kecskét egész nyugodtan adhatsz. Csontosabb részeket is, szóval egész nyugodtan mehet, de majd erről is fogok részletesen beszélni. Ugye, a barsnak van egy mondjuk azt, hogy egy ilyen viszonynyitási, vagy egy, amit eszembe a szó, egy alapvető arányok, hogy rakjuk össze ezt a menüt. Az elsődleges, legfontosabb az a megfelelő hús. És ezt nagyon sokan nem veszik komolyan, pedig hát gondoljunk bele, hogy a ragadozó állati ragadozó gyomor gyakorlatilag az izomhúsból tud legjobban hasznosítani fehérjét, enzimeket, és ez fejlődik tovább az ő izom szervezetében, és ezért válnak sokszor a barfos kutyák ilyen kis bodybuilderekké, mert nagyon szép izomrostok, megfelelő fehérjétől nagyon szép izomrostok alakulnak ki. Tehát az első és legfontosabb az izomhús. Csont nélkül, de lehet zsírosabb részek. El szoktam mondani, hogy kiváló forrás a marha, kiváló forrás a bárány, kiváló forrás a csirke, kiváló forrás a pulyka, és minden más, ami ugye izomhúsnak minősül. Egyszerű példát mondjam, mondjuk egy csirke combfilé az izomhús. Egy marha comb rész, vagy egy marha nyesedék az izomhús. Vagy egy vad nyesedék az egy izomhús. Tehát csont ez még itt ugye nem játszik szerepet. Én amit fogok készíteni menüvel, azt ma bárányt fogok tenni, majd ezt megmutatom nektek, nekünk van egy ilyen bárány izomhús fél kilós kiszerelésben, vagy például nagyon szeretem a lazacot, lazachús, szintén itt ráadásul a zsírtartalom nagyon jó, tehát kezdésnek, hogyha egy kicsit a kutyus fogy, akkor lazacolik a zsírtartalom miatt lehet, illetve azoknak a kutyáknak, akik energiára van szükségük, sportkutyások, vadászkutyások, ott megint csak jót tesz az, hogy zsírosabb étrendet viszünk be. Ugye nagyon fontos, amit megint csak mindig el szoktam mondani, a pacal, a zöld pacal. És szemléletes példaként, ugye van itt egy pacal darab, ezt ma vettem a hentesnél, ugye ez humán fogyasztásra lett kikészítve, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy hidrogénperoxid nevű oldatban ezt tisztítják, áztatják, és ezt a zöld réteget, amivel ugye nekünk ez most gyakorlatilag így néz ki a zöld pacal, sajnos nem tudom egészben megmutatni, de ez egy darált zöld pacal, bárány zöld pacal, ez marha. Ugye a különbség a kettő között az, hogy ebbe valljuk be sok hasznos jó enzim, vagy esetleg baktérium, ami miatt szeretjük adni a zöld pacalt, már nincs. Tehát gasztronómiai élménye van, de igazából itt a pacal pörkötön, vagy egy olaszos pacal levesen kívül a kutyáink kevésbé tudják hasznosítani. Egy ilyen töltelék cuccnak mondanám, de
már az illata se olyan, mint a zöld pacalnak, szóval én ezt egyébként szinte soha nem adjuk. Tehát a zöld pacal az, ami ugye egy tisztítatlan gyomor végül is, ugye ez a marhának a második, harmadik, akár negyedik gyomor része lehet itt ugye a vendő gyomor, ezzel most nem mennék bele, de gyakorlatilag ez a része, ami ugye tisztítatlan formába kerül feldolgozásra. Ugye a tisztítatlan azt jelenti, hogy amikor a levágásra kerül az állat, szépen ugye zsigerelik, ami használható és az élelmiszeripar felhasznál, az ugye olyan feldolgozásra kerül, amit meg nem. Ugye nálunk az élelmiszeripari terméknek használják egyébként a pacalt, de esetleg nem, akkor ez kidobásra kerül, magyarul fehérje feldolgozóba kell elvinni, ha ez nem működik, vagy ha nem akarjuk, esetleg vannak olyan kutyások, akik meg akarják venni, akkor kimosásra kerül nagyon egyszerű módon, és még a benne lévő gyomortartalom már előemésztett formában, és ez főként növényi eredetű, sőt, hát csak növényi eredetű lehet benne, ez az, amit mi keresünk és imádunk, és darálunk le ebbe a formába, és adjuk a varfétrendbe. Tehát ez egyébként akkor is nagyon sokat jelent, hogyha te főzöl, vagy barfozol, vagy esetleg tápot etetsz, egy naponta, egy héten egyszer-kétszer csak ezt adod a kutyának, rengeteg értékes, hasznos anyag van benne. Ugye legfőképpen az emésztőenzimek, amiket ugye még a feldolgozás folyamán megmaradtak, a jó baktériumok, az emésztő baktériumok, tehát a zöld pacal, az egy kiváló dolog. Egyetlen egy anyuk így hátránya van, hogy hát illata szaga van. De ezt szerintem mind tudjátok, és ezt megtesszük a kutyáinkért, tehát gumikesztyűt javaslok, és azt, hogy hát egy kíméletesebb, odafigyelősebb bánásmódot, mert aztán ez, hogyha valahova megy ruhára, kötélyre, akkor ott illatok vannak, és a mosógépbe köt ki. Szóval, nézzük tovább. Milyen részek vannak még, amiket nagyon szeretünk adni. Ugye az izomhúsról beszéltem, talán ez a legfontosabb a barfétrendben. Az arányok néha elmennek, és megmondom az igazat, én nem nagyon szoktam senkit vitatkozni, hogyha esetleg más arányok vannak esetleg. Itt a csontos arány szokott nagyon durván elmenni. Olyan irányba, hogy akár még 70-80%-os csontost is etetnek. Ez hosszú távon nem lesz jó. Tehát akkora magas a kálcium-foszfor arány eltolódás, hogy hosszú távon nem fog működni. Biztos vannak olyan egyedek, olyan kutyák, akiknél ez tök jó bevált és működik, de higgyétek el nekem, hogy ez nem miattam, vagy nem miattunk a farkasponya miatt lett kitalálva, hanem az állat biológiai szükségletéhez ez sok. Tehát azért erre érdemes figyelni. Tudom, hogy most azt is mondod, hogy igen, de én kevesebb csontosat adok, akkor a széklete a kutyának ilyen. Akkor ott valami más probléma van. Tehát ha senki ne higgy, hogyha nyers húst enne, színtisztán húst enne a kutya, akkor óriási hasmenesnek kell lennie. Tehát ebbe belegondolsz, akkor ott érdemes megnézni esetleg egy jó probiotikum kúrát, vagy bármi mást egy picit odafigyelni. Na, hát aztán menjünk itt tovább. Ugye itt a következő az arányoknál, ugye az izomhús után lenne a csontos hús. Na, ugye ez az, ami mindig kérdés jelent. Én azt mondom, hogy a csontos hús az, ami még van zsírszövet, még van bőr, még van hús mennyiség. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egy ilyen fele-fele arányba tartalmaz színcsontot, meg színhúst. Tehát nem azt mondjuk, hogy nyers csontot adok a kutyának lecsupaszítva, hanem csontos húst. És most, ha megengeditek, én mutatnék egy rossz példát, amit én nem szeretek adni, és soha nem is adok. Most, ha ezt így fel tudjátok elsőre ismerni, akkor biztos láttátok már, ez liba farhát. Na most a liba farhátról azt kell tudni, hogy a maga libáról viszonylag kevesebb húsréteg van rajta, de a farhátról is, amit lehet, lecsupaszítanak. Nincs rajta bőr. Tehát zsírréteg is nagyon kevés van. Gyakorlatilag egy nagyon durva, szúrós csont az szint az egész. Én ezt nem nagyon szeretem adni, mert valóban ugye a csontos vezetésnek azért lehetnek veszélyei, és én ezt megmondom az igazat, a liba nálunk az egy ilyen no-no, akár a comb részen, akár a farhát részen, mi ezt kevésbé szeretjük adni, úgyhogy ezt félre is teszem, mert az én kutyáim ilyet valószínűleg nem fognak kapni. Viszont amit szívesen adok csontosat, az például lehet egy jó kacsa, farhát, most nézzétek meg ezt tudom, hogy sokan hogy hívjátok, ugye a denevér, ugye a comb rész és a mell rész
az le lett szedve, de ha megnézed, nagyon jó zsír réteg van rajta, ugye nagyon jó bőr réteg van rajta, és látszik még megfelelően a hús szafatok is. Tehát ez egy kiváló csontos hús, de ugyanígy lehet a csirke is, lehet a pulyka is, vagy akár, hogyha van lehetőséged, majd mindjárt mutatok nagyobb darabokat. Tehát ez egy teljesen jó csontos hús. Nem csont, csontos hús. Tehát ez körülbelül ebben a menüben, amit mi próbálunk ilyen menüt összerakni, ugye körülbelül 20%-a csontos hús, tehát nem több. Az azt jelenti, hogy legalább 10% tiszta hús, és a többi pedig ugye ezek a zsíros, bőrös részek, tehát én ettől többet nem szeretek adni a kutyáimnak, ugye itt a kálcium foszfor arányról beszélünk mindig, érdemes erre odafigyelni. Ahogy mondtam, ugye másféle húsok is mehetnek, tehát akár bárányból, akár marhából, majd mindjárt mutatok egy nagyon szép marha szegyet. Ugye szoktátok kérdezni, így főként, akik félnek így elkezdeni, hogy igen, de kiszúrja a csont a kiskutyámnak a gyomrát belét. Biztos, hogy történt már ilyen. Általában a nyers húsok azért jó, vagy a nyers húsos csontok azért jóval, hogy mondjam, kollagénben, viszkózításban gazdagabbak, épp ezért hát kevésbé jelenthet problémát, ha megfőzöd, az sokkal nagyobb problémát jelent. És hogyha amikor elkezd rágni a kutya, ugye akkor szép óvatosan, komótosan elkezdi rágni ezt a csontos részt, és gyakorlatilag egy húsos, nyálas, zsíros pép kerül be a gyomorba. És így megy végig, majd jön ki jó esetben teljesen megfelelő módon. Tehát a csontossal óvatosan kell, nagyon nagy szükség van rá, az se jó, hogyha csak húst adsz, mert ugye hát akkor meg megfelelő kálcium nem tud bekerülni a szervezet, hogy nem elég megfelelő kálcium, és ez az utában megint csak rengeteg problémát okozhat. Oké, amit még nagyon szeretek, csontos hús, és ezt egyébként megmondom nektek az igazat, imádják Nyugat-Európában, ezek a marha és a báránynak a szedcsont részei. Ugye, hogyha farkaskonyha termékeket ismered, nekünk van darált szedcsontunk, ami azt jelenti, hogy ha kiskutyás vagy, és félsz csontosat etetni, tehát ezeket a nagyobb részeket, akkor ugye a megfelelő módon bevihető kálcium miatt szükség van, hogy csontosat egyen, épp ezért ugye darált formában, például a marha csirke mixerünkben is egy nagyon jó arányban van a csont darálva, és szükség van, hogy egyen az állat, de például én a nagy kutyáimnak, tehát labradorjaink vannak, nagyon szeretem adni a marha szegyet. Tehát ez nem egy csöves, nagyon durva lábszár csont, vagy egy tartó csont, hanem ha megnézitek akár itt ezeket a szivacsos részeket, tehát teljesen szinte be tudom újjal nyomni. Oké, van egy-két keményebb rész is, de én a Woody nevű kutyánknak, aki most olyan 30 kg körül van, én van, hogy egy vacsorát le tudok ezzel. És el van egy fél órát vele, tök jó rág, csontos, tehát segít, és egy nap, egy héten egész nyugodtan mehet, és nézzétek meg, húsréteg, zsírréteg ugyanúgy van rajta, mint esetleg ezen a kacsa Batmanen, szóval én ezt nagyon szeretem. És egyébként nem is nehéz elvágni, egy késsel is akár nyugodtan meg tud vágni, vagy egy erősebb bárdal, aztán hagyd menjen. Tehát én ezt nagyon szeretem, de ugyanígy a bárányból is. A bordákat is lehet ott azért egy kicsit már veszélyesebb történet, mert a marha bordák azért ilyen 3-4 ujjasok is lehetnek, tehát azért azzal óvatosan. Na nézzük tovább akkor, hogy mi van még itt ebben a menüben, amit adnom kell. Ugye azt mondtam nektek, hogy megfelelő izomhús, csontos hús, és jön a... Na most figyeljetek! Jön a belsőség! Na ki tudja, hogy ez micsoda? Nem látom, hogy mit írtok, de gondolom, hogy tudjátok. Ezt ma vettem megint csak a hentesnél. Ez egy borjumájnak a fele. Ez meg 5 kiló. Na majd a pasid, amikor ezt elkezdi szeletelni, akkor hát biztos fog neki örülni, ezt most félreteszem. A máj. Az egyik legfontosabb olyan belsőség, amit adnod kell ebbe az étrendbe. Ugyanis rengeteg olyan zsírban oldódó jó vitamin van benne, amit raktároz a szervezet, és rengeteg olyan ásványok van benne, ami szintén nélkülözhetetlen, és ugye a belsőségek nem adása, az rengeteg problémát jelent. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan adjon belsőséget. Mik ezek a belsőségek? Jó, figyeljetek! Máj. Tüdő.
szív, ezt majd még kibontjuk, mert tudom, most azt mondod, de hát a szív az, az izom, oké, majd mindjárt mesélek róla. Vese, lép, bármi, ami belül van, a pacal az pacal, az direkt nem mondom ide, a pacal, azt én külön szoktam venni. Tehát ezek a belsőségek, amiket egész nyugodtan adhatsz, persze a csirkének nincs veséje, ott ugye zuza van, ott ugye más emésztőrendszer működik, mint egy marhánál, most ugye egy megint csak egy borjú szívet hoztam, illetve a borjú máját a felett, azt láttátok. Na nézzük végig, azt mondja, hogy a lép nagyon fontos, tehát megint csak nagyon jó, hát az körülbelül másfélszer ekkora egy egész lép, és tudom, hogy szeretitek hazavinni, aztán ott ezt késsel vágdosni, meg elrakni, a tüdő az talán ide se férne, és a szív, amit ugye most direkt ketté vágattam, hogy hogy néz ez ki, gyakorlatilag egy nagyon erős izomszövet. Tehát valóban sokszor, ugye hát mondjuk, hogy a szívizom, ez valóban egy nagyon durva izomszövet, viszont azt ne felejtsétek el, hogy ez nem izomhús. Tehát ez gyakorlatilag a belső részében van az állatnak, teljesen más ásványanyag tartalma bír, mint az izomhús, és a kálcium-foszfor brutálisan el van benne más irányban, mint a húsból, tehát az izomhúsból. Épp ezért senkit nem javaslanék arra, hogy rendszeresen csak ezzel etesse. Most tegnap beszéltem valakivel a telefonon, és mondta, hogy nagyon előszeretettel szereti eszel kutya. Persze, hát ugye jó vastag izmos rostok borítják, gondolom az íze sem lehet rossz, de mehet az étrendbe, és kell a barfétrendbe, de én ezt nagyon egyszerűen leszoktam zárni, hogy akkor a szív az most mennyi legyen és hogy. Képzelj magad elé egy prédaállatot, és azt képezd le ide a kis tányérodba, és a szív körülbelül mekkora ebbe a prédaállatba, tehát azért nem kell itt nagyon elszállunk nagyon nagy arányba, hanem inkább körülbelül a, nem tudom, vágjatok egy darabot és hagyd menjen. Tehát a szívvel is azért csak óvatosan. Aztán, hogyha itt ez neked nem megy, tehát nem megy ez az ilyen horrorisztikus, megint csak megmutatom, hát most látod először májas sztori, mert ez egy megint csak borjú máj, 5 kiló, ugye a borjú majdnem kétszer ekkora máj, a marhának meg még nagyobb. Tehát, ha ez nem megy, és nem megy a szívtrancsírozás, meg a lép, akkor megint csak tudok neked egy alternatívát mutatni, marha jó mix. Marha lép, marha máj, marha vese, egybe darálva, 250-es kiszerelésben, szóval talán ez a lehető legjobb, amit tehetsz, majd mindjárt meglátod, hogy néz ki, hogyha ezt majd elkezdem összerakni. Aztán ugye vannak zöldségek, amiket megint csak nagyon szeretünk és kell adni, ugye itt legfőképpen a balasztanyagok miatt, ugye ami azt jelenti, hogy ugye elég intenzív csontos részeket etetünk, itt azért az emésztést és a végterméket könnyítenünk kell, általában erre szolgál a zöldség, körülbelül egy ilyen 15-20%-be szeretjük adni. A kérdés az, hogy megint csak egyettől függően, hát valakinek kicsit visszább vesszük, valakinek egy picit többre van szüksége, de azért azt szoktam mondani, hogy általánosabb ez a 15-20% között. Aztán kérdezhetitek, hogy hol evett a farkas zöldséget, ez teljesen jó kérdés, és nem is azért tettük, mert a farkas is zöldséget evett, hanem még a szőrt bört, inkább szőrt, nagyon keveset etetünk ebben az étrendben, szinte semmit, és ezt próbáljuk leképezni, hogy a ballasztanyagok, rostok, az emésztés és a végtermék könnyítése miatt, tehát a zöldség nagyon jó. Én ma nektek egyébként egy ilyen zöldike mixet hoztam, amit megint csak farkaskonyhás, sokan ismeritek, 5 féle zöldségkeverék, 50% a cékla, és ezt fogom hozzá keverni a mai menüköz, egyébként ez így néz ki. Na nézzük meg, hogy itt vagytok-e, vagy meguntátok ezt a sok... Jó, vagyunk, szépen, oké. Ez elmaradhatatlan. Na, zöldség. És ugye a barban szeretünk kiegészítőket is adni, olyan természetes kiegészítőket, gyógynövényeket, amikkel ugye hát próbáljuk a mondjuk ugye megfelelő táplálékot, megfelelő étrendet beállítani. Ezek ugye gyógynövények, vitaminok, ásványanyagok, ezeket gyakorlatilag a barfos kiegészítő tárból nem hiányozhat, mondjuk a csipkebogyópor, ami a C-vitamin miatt szeretjük adni, spirulina alga, nagyon magas fehérje ásványanyag tartalom miatt, az olajok, mondjuk az omega 3 miatt, lazacolaj, kendermagolajat nagyon szeretjük adni,
Aztán vannak kisebb, nagyobb arányban már lehet egy kis tojáshéjport adni, hogyha a kálcium, illetve a csontossal vannak gondok. De hát nagyon sokféle van, általában 4-5 az, amit szeretünk adni, és az mindig ott van, és erre szükség is van. Még egy dolgot nem mondtam el a zöldséggel kapcsolatban, egyébként ebben az időszakban talán a legjobb, és én imádom, van is a anyósnak a kertben, a tök. Tehát tényleg ezt meghámozva, akár lereszeled, akár csak felkockázod, nekem nem kell nagyon kockázni, mert tényleg imádják a kutyám, és akár így is megennék, hogyha nem figyelnék oda. A tök nagyon jó, a cukkini nagyon jó, de akár jó az alma is, akár jó a friss saláta is, tehát minden, ami zöld, és hogy mondjam, jól emészthető, az mehet nyugodtan ebbe az étrendbe. Ugye általában a kiegészítőket azt ilyen kúraszerűen is szoktuk javasolni, tehát most például, amit keverek össze majd egy menüt, az sörélesztő lesz benne, mert az egyik kutyánknak ilyen szőrváltás van, és a sörélesztő ugye egy komplett B-vitamin bomba, hogy így mondjam, ami a szőrbőr karamkondit nagyon jól erősít és nagyon jól segíti, épp ezért szeretjük adni, és ezt egy 2 hónapig én most nyomom neki, hogy hosszú távon épül be ez a kiegészítő csapat, tehát nem úgy, mint egy tablette, egy gyógyszer, hogy akkor ott a hatás már akár abban a fél órában, órában vagy később látszik, itt azért jóval hosszabb módon épül be. Nem gyógyszerek, tehát senki sem javaslok, még senki sem próbálja meg itt a kutyusát bármilyen komolyabb problémával kezelni, oda állatorvosra van szükség, tehát ezt azért figyelmetekbe ajánlom, illetve mondom. Na, akkor nézzük. Oké, akkor elkezdjük az egyes menü, amit most én próbálok itt összerakni, úgyhogy próbálok mindenből egy kicsit vágosni, belerakni. Szóval kezdjük akkor, amit mondtam nektek, az izomhússal. Most én ez a bárányra fogom kezdeni, ugye, hogyha egy 30 kilós kutyára rakom össze a menüt, ami azt jelenti, hogy átlagosan 600 g a napi adag. Ennek a fele ugye az izomhús, ami azt jelenti, hogy ugye 300 g körülbelül az izomhús. Most nem látjátok, de én azért nagyon nem szoktam méregetni, mivel hát azért valljuk be, hogy te se így ébredtél ma, hogy akkor most minden nap be kell vinnem, mint ugye a kutyatápokban, ugye ezt tanultuk és ezt szoktuk meg, hanem itt azért kicsit eltolódnak, illetve elcsúsztathatjuk az arányokat, illetve a napi menüt is, mert nincs minden nap arra szüksége az állatnak, hogy mindent megkapjon. Ahogy mondtam, mi se így étkeztünk ma egész nap, illetve szerintem te se, hogy ma tudom, hogy ennyi munkám lesz, ennyit fogok futni, este kiviszem a kutyát, és akkor elégetek 3500 kalóriát, ehhez ennyi A, B, C, D vitaminra van szükségem, ennyi zsírra, energia, ez nem így működik, mert ha így lenne, akkor mi is így étkeznénk, tehát egy kicsit utána kell gondolni, hogy akkor ez így jó-e vagy nem, de nincs szükség arra, hogy minden nap te most minden menüt és minden egyes összetevőt ugyanabban az arányba adj. Tehát ilyen heti, 10 napos turnusokban érdemes gondolkodni. Én most egy ilyen átlagos, egyszerű példát fogok neked mutatni, hogy néz ki egy menü. Tehát megvan az izomhús, hozzá fog tenni egy kis pacalt, ami egy ilyen 10-15%-ba mehet. Ugye a zöld pacal, ahogy mondtam, egy fantasztikus dolog. Aztán teszek hozzá egy kis csontosat, amit ennek a kacskusznak levágom a két szárnyát most, és egyszerűen csak így beleteszem, hogy mindjárt elcsipogja, hogy rágjon az állat. És látjátok, akár a bőrös rész is mehet rá, zsírostól, mindenestől, hagyd menjen. Szóval ezt mindig rajta hagyom. Oké, megvan a izomhús, megvan a csontos hús, egy pici pacallal kiegészítve, és akkor most nézzünk egy kis elsőséget. Adok egy kis szívet, tényleg, nézd meg, ennyit, tehát nem sok, elfér. És adok egy kis májat, most megint csak, aki még nem látta, milyen májat dolgozok ma, hát nem tudom, ebből is adok egy ekkora darabot, ez körülbelül egy ilyen 5-10%-a, nézzük, milyen szép a menü. És akkor már ott tartok, ugye, hogy közel a 80%-át összeraktam, tehát még egyszer izomhús, csontos,
van benne máj, van benne egy kis szív, és hogyha bármilyen más belsőségen, akkor ugyanúgy mehet, és akkor legyen a zöldség, ugye, ami körülbelül, ahogy mondtam, egy 20%-a, tehát én ezt úgy, ahogy van, szépen rá is fogom tenni, ugye a zöldik az most beletáztatva egy kis langyos vízbe, és akkor ez egy ilyen közel 6-650 gram nagyságrendben néz ki ennek a súlya. Amit teszek hozzá, azt mondtam, sörélesztő, az most eléggé fontos ennek a kiskutyának. Van egy kis mércéskanál benne, és akkor egy körülbelül 5 gramnyit kap. Nagyon intenzív illata van egyébként. Egy kis csirkebogyóport, megint csak nekem nagy kedvencem. A C-vitamin tartalom miatt ebből mehet bőven. Szoktátok kezdeni, de pontosan akkor hány gramot adjak ebből? Figyelj, igazából nem hatnék meg kutya csirkebogyó túladagolásba, meg sörélesztőbe. Ezt be kell lőni így egy átlagos napi étrendhez, de hogy kicsit több, kicsit kevesebb, nem lesz mondja. És akkor egy kis kender meg olaj fog még rámenni, egy pár csepp. Szóval én ezt a menüt így raktam össze. Kicsit mindjárt összekeverem, hogy egyék meg. Azt szoktátok még kérdezni, hogy nem beledugja a kutya az órát, vagy főleg a cicák, és nem akarja megenni. Hát ugye ez azért van, mert az illat, az már alapból egy ilyen szúrós, vagy gyógynövényes illat lehet, ami esetleg nem kedves a kis állatnak, és épp ezért azt javaslom, hogy ha így nem is eszi meg, akkor lehet egy kicsit mondjuk joghurtba belecsalni, vagy így összekeverni az egészet, és akkor már kevésbé van esetleg az a jellegzetes, gyógynövényes, kicsit vegetális illata, amivel hát elüldözöd, vagy étvágytalanná teszed a kedvencedet. Szóval nagyon egyszerűen, most nem tudom hány percig tartott, lehet, hogy 5, kicsit sokat dumáltam, összeadtuk ezt a vacsorát, körülbelül 6-650 gram, ez a szerintem az ideális vacsora, egy ideális vacsora egy barfos kutyának. Oké, meg vagyunk, ezt mindjárt oda fogom neki adni. De, hogyha esetleg, mondjuk buliba készülsz, elfelejtettél vacsorát adni, a pasid már lent vár, a taxiba, öltönybe, kisestői rajtad van, és nem akarod ezt végigcsinálni, akkor tudok egy nagyon egyszerű megoldást, mivel ma már Magyarországon is elérhetőek a komplet menük, méghozzá a mus komplet menük, és gyakorlatilag az egész az ennyi. Én ezt ma délután, ahogy hazaértem, kivettem a fagyasztóból ezeket a golyócskákat, gyakorlatilag megfelelő módon összeállított, homogén módon összeállított komplet barf menü, tehát izomhús, belsőség, csontos hús, némi zöldséggel ezekben a golyócska formákban összerakva, és gyakorlatilag most már közel egy év van nálunk Magyarországon, azért azt kell tudni a musról, hogy ez egy finn gyártó, több évtizedes tapasztalata van a komplet menü gyártásában, és nem azért mondom én ezt, mert hogy én mindenféleképpen el szeretném ezt nektek adni, de higgyétek el, ha a mus komplet menü nem lenne megfelelő minőségű, akkor az a gyár már rég nem működne. A finn állattartási törvények a legszigorúbbak Európában, a maga minőség a húsnak fantasztikus. Megfelelő arányban van benne a csontos, érzem is, egyébként egy picit ilyen porcos csontos részek vannak benne, és körülbelül eddig tart, még kiveszed, és odaad a kis kedvencednek a menüt. Nagyon egyszerű vele barfozni, nagyon egyszerű elkezdeni a barfozást, vagy nagyon egyszerű úgy, hogyha tényleg egy nap nem jön össze, és nem sikerül elkészítened a menüt, 4-5 golyót, vagy amennyit ugye a testtömeg kilóra szükség van, kiveszel, odaadod neki. Ez egyébként nagyon sokszor a kis mini kutyásoknak, a kis yorkis, kis vesztés, aki tényleg nagyon nehéz ezt az arányt összerakni, mert amikor van egy 2 kilós yorkid, akkor így az arányokat összekeverni, így ezekből a húsokból azért az elég nehéz. Tehát javaslom, hogy próbáljátok ki, vagy nézzétek meg a farkaskonyha.hu oldalon, szóval elég sok gazdinak ez nagyon jó megoldás jelentett, mert mindenféle áltósítávot kipróbáltok, mindenféle szteroidkúrán túlestek, és az allergiának például, hogy a barfétmű köztudottan az allergiának nagyon sokat segít, megoldás jelentett. Szóval abszolút biztatok mindenkit, hogy vágjon bele. És igazából zárszóként 3 dolgot hagy mondjak el így a mai este kapcsán.
ne halogasd. Tehát kezd el, nincs mire várnod, nem veszíthetsz semmit. Ugye szokták mondani, hogy oké, kicsi táp, meg kicsi barf, nem. Kezd el éles váltással, már másnap ne adj neki tápot, egyen barfot. Nincs veszteni valót. Tehát ha mindenféle tápon már túl vagy, és mindenféle orvosi csodaszeren túl vagy, próbáld meg, és működni fog. Lehet, hogy nem mindenkinek, de legalább próbáld meg. A másik, hát ami legdurvább, biztos sokotokkal van így, hogy amikor, és ezt magam is mondhatom, hogy bárcsak hamarabb kezdtem volna el. Miért költöttem ott még el ennyit? Miért vittem el allergia tesztre? Az se segített meg ez se. Miért nem kezdtem el hamarabb? És ezt tényleg nap mint nap halljuk a vásárlóinktól, vagy aki kapcsolatban vagyunk, szóval ne várj, ne halogass! És hát a harmadik, ami igazából egy összefoglalója a barfétrendnek, vagy igazából ennek az étrendnek, a megfelelő arányok, megfelelő minőségű húsok, megfelelő minőségű kiegészítők. Tehát nem érdemes kockáztatni. Itt nagyon igaz az, hogy olcsó húsnak híg a leve. Tényleg nagyon igaz. Higgyétek el nekem, nagyon durván el tudja az állat egészségügyi állapotát vinni, ha nem megfelelő húst kap. És az olcsó húsnak híg a leve. Tehát meg aki feketén próbál valamit neked eladni, az már lehet, hogy nekem az tőlem messze áll. De ez én vagyok. Szóval, srácok, fiúk, lányok, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett a live videónk. Jövő hét szerdán újra live lesz, nagyon érdekes ez a témánk. Hamarosan, mondjuk holnap után fölkerül itt az oldalunk, de el is mondhatom nektek igazából, mert egy nagyon kedves téma nekem, ugye nagyon szeretem a sportkutyákat. Ezt tudjátok, vadász, main trailing, bármi, ami munka az engem érdekel, de a leginkább, ami nagyon tetszik és nagyon kíváncsi vagyok, azok a agarak, a versenyagarak, a versenyek, de akár a kiállítás vonalon is, és a jövő hét szerdai live-unk egy vidéki nagyvárosból fogjuk közvetíteni, ahol afgán agár, vipet, olasz agár és minden ilyen agárra kapcsolatos téma, és a velük való élet, az együttélés és a tartási körülmények, a barfozás, hogy működik ez náluk, erről fogjuk megkérdezni, egyelőre még titok, hogy kit. Mivel nekem az a tapasztalatom, hogy egyre több agár jelenik meg ma az utcákon, vagy az üzletekben, és egyre többen céltudatosan választanak agarat, és azt is látom, hogy az agaras gazdik azok nem kutyás gazdik, hanem agaras gazdik. Szóval ez lesz a jövő heti live-on. Addig is köszi, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, osszátok meg. Ha kérdésetek van, akkor keresetek minket a hello@farkaskonyha.hu e-mailen. Addig is mindenkinek jó késői nyarat, menjetek sétálni ilyen jó időben. Úgyhogy sziasztok, minden jót, üdv, Farkas Konyha. Na, ki tudja? Senki? Megnézem? Farkas Konyha. Egészség a? Nem. Oké. Sziasztok! Minden jót! Várom a válaszokat!